Várom a színpadra Besenyei Veronikát, aki úgy látom már készen áll. Beszélgessünk egy kicsit addig is, jó, amíg itt megoldódik a probléma és a gond, reméljük gyorsan lesz. Mindenkitől megkérdezem, hogyan került kapcsolatba a zenével, így akkor öntől is. Hát mikor 2008-ban elmentem nyugdíjba, most vagyok 66 és fél éves, én vagyok a legüregebb máskülönben a indulók között, akkor valamivel el kellett tölteni az időt, és akkor úgy gondoltam, hogy megtanulok a szintetizátoron játszani, ehhez segített engem a korrepetitorunk, utána hívtak a Hevesi József, én máskülönben Hevesre jöttem, és a Hevesi József az a Heves szülötte. Hevesi József Nótakúnak a tagja lettem, és azóta is ott vagyok. Na tessék, mire nem jó, ha az embernek lesz ideje, ugye, nyugdíjas korára is, van ideje önmagával foglalkozni, és végre gondolom azt csinálni, amit mindig amit szeretné. Volna, igen, ugye? Igen, csak hát mikor fiatal voltam, ez nem adatott meg az akkori anyagi lehetőségek miatt. Na, hát gratulálok, hogy sikerült, ez már egy nagyon-nagyon pozitív dolog, úgy köszönöm gondolom. Köszönöm szépen. És mi lesz a produkció, amivel készült a mai estére? Hát egy film, nagy sláger szerintem, akinek már mindenkinek volt benne része a kis szerelemről. A másik pedig egy kuplé, a Bukjel szoknya. Hát akkor halljuk, sok sikert kívánunk a színpadon, tehát Besenyei Veronika. Valami kis szerelem kellene végre nekem, félig legyen komoly, félig legyen mosolyóvá. Valami könnyű dolog, valaki rám mosolyó, kivel boldog vagyok, s akit ha elhagyok, nem fáj. Kis rendezvú Budán, egy délután, tűn, ahol a madár se jár. Csak ülni kéz a kézbe, szembenézve, nem is kell beszélni már. Valami kis szerelem kellene végre nekem, félig legyen komoly, félig legyen mosolygóvá. Valakivel ide-oda járni, higgy el, hogy finomabb, mint bármi. Új tavasz felé, április felé, az nem tudja ember, hogy mi bújt belé. Amióta napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros. És ha ő anyám, szívünk szívre vár, álmodozni kezdünk már. Valami kis szerelem kellene végre nekem, félig legyen komoly, félig legyen mosolygóvá. Tört velénk utat, Berlin, Párizs, London, így jár, hogyha mondom, fenn szül belül fő, csak a forma fő,
üsse meg a divatot a kő. Rajtam sok a báj, csoda szépet áj, látszik rajtam combo, hegyet, völgyet, dombot. És ha nő a szép, könnyen félre lép, ha üldözi ronda férfi nép. Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy bukjel szoknya, mindaz, aki így szoknyába jár. Előbb-utóbb egy néhányszor fel fog bukni, ha még egyszer fel nem bukott már. Nézi, kérem, ezt a szoknyát jól meg rajta, attól tartok ugyanoly sok ér. És valaki bukik én rám, és mert olyan szűk a szoknyám, én is elbukok önél. Szegény nagyanyám nem ismerne rám, ő jár a limba, én megjárok imba, és a hangdiba, mint csupaliba, járnak ők a szűk szoknyáikba. S majd a bálterem sok szépet terem, de szép lesz a boszton, egy maréknyi poszton. És aki meglát, mind felém kiállt, azt a szűkre szabott angyalát. Mert ezt a szoknyát úgy hívják, hogy bukjel szoknya, mindaz, aki így szoknyába rád. Előbb-utóbb egy néhányszor el fog bukni, ha még egyszer el nem bukott már. Nézi, kérem, ezt a szoknyát jól meg rajta, attól tartok ugyanoly sosét. Ha valaki bukik én rám, és mert ilyen szűk a szoknyám, én is elbukok önét. Besenyei Veronikát láthattuk és hallhattuk a színpadon, hát jól meglepett bennünket itt a végén ezzel a bukjel szoknyával, jól emlékszem rá. Köszönjük szépen, még egy nagy taprot szeretnék kérni az előadásmódért, különösen zseniális volt. Köszönjük szépen.